Hello tozám, is sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt fönt a Youtube-on, az SCC Customs csatornáján. És mivel rengetegen kérdezitek, hogy mi a fene van mondjuk így a golfal, ez arra gondoltam, mivel már nagyon régen volt úgymond ilyen állapot jelentő videó, mi lenne, hogyha egy kicsit beszélnénk róla, mert elakadtam a projekttel. Az elakadást nem úgy kell érteni, hogy nem bírok valonnan kiállni, hanem, ugye ti azt tudjátok, hogy az autó ki lett lakatolva, nagyon szépen köszönöm Igoréknak, viszont, így ahogy ki lett szélesítve magához a felnihez a karosszéria, ha a gyári lökhárítót nézzük, ha az után gyártott R32-es lökhárítókat, a széleik nem passzolnak. Mutatom, miről van szó. A problémát az okozza, hogy a kismacska nem hagy békén, ez az egyik, de a másik meg az, hogy mivel a karosszéria két centivel kiebb lett hozva, pontosan azért, Azért kerültek az alufelnék is megvételre, hogy azok legyenek főrakva, és ahhoz legyen a karosszéria kihúzva, hogy ne kelljen nyomtávszélesítőket venni rá. Igaz, hogy nagyon szép lett a munka, viszont a gyári lökhárítónak a széle az két centivel bentebb van, és nem tudom, hogy mit csináljak vele. Mert hogyha a lökhárítókat meg tudom oldani, hogy ki legyen hozva ide a sárvédő széléig rendesen meg legyen az ív, akkor már nincsen akkor a gond, mert az autó megkaphatja a telifényt, akkor mondhatjuk úgy, hogy végül is kívülről maga a karosszíra része elkészült, mert ezen kívül majd nagy fékek jönnek, ugye a felnik megvannak, az kap négy új gumit, a motorját kell rendbe rakni, meg a belsejét. Na de, én arra gondoltam, mivel nincsen ötletem, hogy hogy kéne csinálni, arra gondoltam, Láttam egy videót, de ugye az már most azért nem járható út, mivel maga a sárvédőnek a szélesítése már elkészült, ahol a fickó még maga a gyári két ö, függőleges ívet összecsavarozta, és egy flexel végigvágta a műanyagot, a fémet, kihúzta annyira, mennyire ő meg akarta szélesíteni, tudom, hogy két centire, filmlapokat beheggezgetett, és utána meg volt a szélesítés, hozzá húzva maga a sárvédő is. Ott még ugye kipótolt a műanyaggal. De ugye nálunk ez most nem játszik, úgyhogy nem tudom, hogy milyen megoldással lehetne megcsinálni akár a gyárit, akár az R32-es lökhárítót, mert én arra gondoltam, hogy venni egy ugyanilyen gyári lökhárítót, abból kivágni egy ugyanolyan széles csíkot, ezt is elvágni, ezt ide hozzáilleszteni, hogy meglegyen a pontos méret, és utána kipótolni a közepét. De nem tudok mi anyagot és nem tudom, mennyire lenne ez tartós, ez a megoldás egyáltalán működne. És ugyanez a helyzet hátul is, és ez az egy, ez az, az egy ok, most igazából áll az autó, mert nem tudom, hogy hogyan kellene tovább haladni vagy csinálni ennyi ember, aki nézi a csatornát, biztos okosabb, mint én egyedül, meg én ugye alapból nem vagyok autószerelő, és én még nem láttam ilyet, hogy hogy csinálnak, mert ugye vannak ilyen amerikai tuningosok, akik fogják, ugye végvágják a, a sárvét, és ilyen illeszhető elemeket főraknak, és akkor föl pop cselik, meg stb. Én úgy akarom megcsinálni az autót, hogy az látsz, hogy rajta egy picit más, de mégsem tudják, hogy mitől másabb. Ugye itt oldalt is ellettek róla tüntetve a díszlécek, Ugye, ahol maga a patentok bekapaszkodnak, azok is ellettek teljesen így, nem tudom milyen anyaggal, ugye az igorék ezt így megcsinálták. Persze ez majd fel lesz csiszolva, le lesz fújva, a küszöbb teljesen ki lett cserélve, és itt alul a sárvédő íve is ki lett hozva. Ja, várjatok, igen, mert én arra gondoltam, hogy fogom, leveszem ezt, amit az igorék megcsináltak, veszek egy gyárit, és akkor már ugye, ha a gyári sárvédő utángyártott fönn van, akkor meg lehet azt csinálni, mint a videóba hogy a csávó össze csavarozta a két ívet, és úgy húzta ki. Majd a videó ott van lent a videó leírásában, akit érdekel, az meg tudja nézni. De viszont, mivel az igorék megcsinálták azt, hogy itt alul is szép legyen, és kihozták magának a sárvédőnek az ívét a küszöbhöz, hogy egy kicsit másabb legyen, emiatt, ha gyárit főraknám, itt is volna megint egy két-három centi differenciál, amivel nem tudnék mit kezdeni. Úgyhogy csak a sárvédővel kell valamit csinálni. Hátul ugyanez a helyzet, mert ha megnézitek, itt is ugye, fönn is van a videó a szélesítésről, ott Igor beszél is a munkáról, itt ugyanaz van, jön az íve a kiszélesített sárvédőnek, de a lökhárítónak az íve egyáltalán nem passzol. Itt is van egy két, két és fél centi differenciál. Hogy most itt is mit kéne csinálni vele, nem tudom. Egy az, hogy hátsó R32-es után gyártott lökhárítót nem is találok. Ha van, akkor kettőt kell belőle venni, és darabolni, mert hogyha gyárit veszek. Ugye elől meg hátul is van ez a fekete koptató. És igaz, hogy a sárvédőt, vagy a lökhárítót kihozom idáig. De az alsó koptató, az akkor is bentebb lesz két centivel. Úgyhogy nem tudom, kicsit kezdem úgy érezni, hogy nagyon elkapkodtam ezt a... Hogy is mondjam, nekiugrok a golfnak, aztán megcsináljuk dolgot, ugyanúgy, mint a Tuninga, arról nem is akarok beszélni. Az olyan, amilyen egyszerűen nem megfelelő a konfig az autón. Hál' Istennek rengeteget tanultam nagyon sok embertől, és most már tudom, hogy hol vannak a hibák, milyen hibák vannak benne, és hogyan kell ezt normálisan megcsinálni, amit meg is fogunk csinálni. Úgyhogy a sárvédők és a lökhárítók illeszkedésével van a legnagyobb probléma, hogy velem tudok mit kezdeni. Úgyhogy, hát, ha van valami ötletetek, hogy mit lehetne csinálni, nagyon szépen megköszönöm, hogy leírjátok a komment szekcióba. Viszont, Ugye, ti tudjátok, hogy nekem volt egy donor motorom, méghozzá Hubitól, a német sráctól, akivel rengeteget videóztunk, és ugye megtetszett neki a drónom, nekem volt kettő, és akkor mondtam neki egy Mavic Minim, és mondtam, hogy nekem meg kellene egy motor, neki meg pont van egy motorja. Na és ugye ezt így elcseréltük a Szőrén, én utána azt a motort eladtam, de kiderült, hogy pont annak adtam el, akivel utána megismerkedtem, és ő meg most nekem csak úgy visszaadta, hogy segítsen a, a projektbe. És a motor, az itt van bent hátul a golf hátuljában, ez is van ennyire megülve egyébként, mert maga a, az öntött vas tömblokk az itt ül bent, ami teljesen szét lett szedve, maga az olajszűrő ház is le lett szedve, csak vissza lett csavarozva, mert Vári András barátom, akinek innen nagyon szépen köszönöm, üveggyöngyel megtisztította, amennyire csak megtudta a blokkot is, meg mindent is, persze a szívósort, mert ez is belülről, meg kívülről koszos volt, mindent megtakarított. Ezen még rajta van az egér, de egyértelmű, hogy nem lesz rajta. Meg ugye sajnos az autó részé az esőbe kim voltak hagyva, ezért berosdásodtak, és ő megtakarította nekem a hajtókarokat, meg mindent, de megnézitek a dugattyúkat, szinte nincs rajtuk kopás. Úgyhogy már bánom, hogy szétszettük, mert fölösleges volt szétszedni igazából a blokkot, de hát mindegy, ha már most így alakult, a hengerfe is el lett takarítva. A lényeg az igazából az egészben, hogy minden itt van, a hátsülésen is benn vannak az alkatrészek, úgyhogy kár volt szétszedni, de úgy vele, ha már szétszedtük, akkor legyen újra csapágyazva, szimeringeket kicseréljük, teljesen újra fűzük a belét, újra gyűrűzzük, felhonoljuk a hengerfalát, stb hogy akkor tényleg újra legyen a belefűzve és akkor úgy legyen összerakva, a hengerfej az fel lesz szújítva, ugyanúgy be lesznek csiszóva a szelepek, a szelepvezetők, mindent kicserélünk. A portolás, nem tudom, hogy az hozzányit vagy nem, azt majd meglátjuk, hogy azzal foglalkozunk-e vagy nem. Ugye újra lesz gyűrűzve, összes csapágyat kicseréljük, hengerfejtömítés, szelepfedértömítés, tehát mindent kicserélünk, vízpumpát, tehát mindent úgy, hogy kell, újra fogjuk fűzni a blokkot, és Ebben sem tudom, hogy mi a véleményetek, inkább megkérdezem. Ami megint rengeteget agyaltam, ugye, hogy az autó ma most ez a tuning szívósor, hagyjuk is, hogy rengeteg olyan építést láttam, ahol elvileg, de csak mondom, hogy elvileg, 350-400, már 600 lóerős pd is vannak elvileg, hogy most az ténylegesen 600 lóerő ez, az nem tudom, vízmetanol, nitróval küldik, nem tudom, hogy pontosak az adatok, de a lényeg az, hogy ideig egy autón se láttam épített PD-nél, a gyári nagy PD szívósornál nagyobb vagy másabb szívósort. És ezért gondolkoztam azon, hogy fölösleges, mert ennél stabilabb nincsen. Most arra a 280-300 stabil lóra, amire én szeretném, szerintem ez a szívósor bőven megfelelő. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Állítólag ezeket is ki lehet portolni, hogy a lukak nagyobb legyenek, ugyanúgy, mint a hengerfejnél. Nem tudom, hogy ez működik-e. A lényeg az, hogy a gyári nagy PD szívósorral akarom összerakni, hogy ez stabil legyen, és ne nyíljon szét megint három szó, mint a másik. Úgyhogy a motor az itt van. Utána kérdeztem, hogy a belsejét újra tudjuk fűzni a belét a blokknak, meg a hengerfej visszakerüljön rá. Maga a hengerfej felújítás az olyan 55-60 ezer forint, ugye ebben nincsen benne a PD-fészkek felújítása, mert ugye azért itt is egy picit már azért ki van verődve, akkor azt már csak úgy volna jó mesteresen összerakni, de... Mivel átbeszéltük a főnök asszonyja, hogy ezt az autót most hiába csináljuk meg, ezt úgyse fogom utcán használni, hogy telibe van fújva, nagy kerék van rajta, motorja meg van csinálva, hát a szívem szakadna meg, hogyha szétverném a felnét, Hogy ez inkább ilyen bemutatós autó lesz, és bemutatásra lesz víve, hordozva, vagy mutogatva, úgy mitem hogy ántér, stb. Tudom, ezt már ezerszer mondtam, viszont voltak olyan befolyásoló tényezők, amikre nekem nem volt kihatásom, vagy hogy mondjam, és emiatt nem sikerültek ezek a dolgok. De lényeg az, hogy az autó most össze fog állni, akkor ez bemutatásra lesz. Egyszer-kétszer persze gurulunk vele, de nem arra lesz, hogy napi használatba. És emiatt nem tudom, hogy most a hengerfejére is rákötök 200 ezeret, azért, hogy álljon az autó, és hogy kétszer megyek gurulni vele, Azért meg kell találni a, a, az úgymond arany középutat, hogy ne költsem rá az életemet azért, hogy álljon és mutogassa, meg ott beindítsam a, a, mit tudom, a parkolóparádén vagy valami. A lényeg az, hogy össze lesz fűzve a blokk, meg minden, de hogy most a hengerfején és a PD-fészkek felújítása körülbelül 80 ezer forint. Ezt azért mérlegelnék egy kicsit, és ebben nincsenek még benne a nagy csúcsok, ami megint 1000 euró kintről német cégtől beállítva, nagy 160-as firádok stb. stb. Viszont arra gondoltam, hogy ugye mivel újra lesz építve az egész úgymond konfig, arra gondoltam, hogy veszek csöveket, újra összerigesztek mindent, stb. Viszont arra gondoltam, hogy minek vegyek csöveket, amikor itt van 15 méter kulárcső. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy a meglévő alapanyagból normálisan megépítjük sokkal jobbra és stabilabbra ezt a konfigot. Mert most minek vegyek megint csöveket, mikor itt van? Csak annyi, hogy át kell alakítanom, jobban el kell helyezni a dolgokat. A szenzort ugye nem a cooler elé tesszük, ahol ellenállás van, és mire idejére a levegő teljesen megváltozik a levegőnek a nyomása a töltelevegőnek, hanem a gyári helyére berakjuk vagy a szívósorba, vagy kimondottan a szívósor elé a csövezésbe, hogy ténylegesen a meglévő nyomást mérje, azt, ami a kúler előtt van, és a többi, és a többi társai. Meg a légszűrőházzal is foglalkozni fogunk, meg úgy az egészet át fogjuk alakítani, hogy tényleg jó legyen. És arra gondoltam, hogy nem veszek bele nagy nagyobb kúlert, meg stb., hanem ezt, ami rajta van, ugyanezzel a turbóval, megépítjük sokkal jobbra, sokkal stabilabbra, hogy ne 3000-től induljon meg, hanem már 2000-től agresszívoskodjon, meg följárjon a lángat a tére. Ugyanezt a turbót fogjuk használni, viszont a turbóra majd venni kell egy hidegoldali lapátot, mert ugye bejutott a homok a turbóhoz sajnos, és szétverte, kicakkozta a turbónak a lapátjait, ami persze az én hibám egyértelműen. És ö, azt ki kell cserélni, a szívósot le kell cserélni, a leemlő, ami rajta van, az ez egy hulladék, ahogy rá lett taknyóva. Úgyhogy azzal is majd foglalkozni kell, hogy normálisan egy leemlőre rátegyük, vagy azt talán egy performance leemlő lesz. A lényeg az, hogy ebből a konfigból, ami most rajta van, ebből akarom a legtöbbet kihozni, hogy ne az legyen, hogy még a motorra is költeni kell, mit tudom én, két ezer forintot. Mert egyébként ez a konfig, így ha haverokkal megcsináljátok otthon, ha van egy kis úgymond hozzáértésetek, és nem úgy ugrottok neki, mint én, ugye a kis bolnyú, az anyapicsájának, akkor ezt ilyen 3-400 forintban meg tudjátok csinálni. Úgyhogy eh, nagyjából most így áll a golf, egyébként pöcsere indul, szerintem be is indul, várjatok csak. Tegnap fönn volt egész nap tölteni az autó, Szerintem pöcre be kéne, hogy induljon. Nem volt idáig gond vele, hogy ne induljon. Megnézzük. De úgy, hogy most megint vagy két hónapig be se volt indítva. Pöcre! Ahogy szokták, hogy az első kompresszióra beröffent a paripa. Hú, szeretem a BMW-t is, na de ez azért egy teljesen más, ez a König klassz, ahogy szokták a németek mondani, ez a király szint. Ja, már nem is baj, egy kicsit hagy pöszörögjön, hogy járjon a motor is. Úgyhogy nagyjából fiúk, lányok, ez a helyzet az autóval. Másik kimondotta nem tudok mondani. Hát, ha van ötletek, hogy a lökhárítókkal mit csináljak, vagy hogy csináljam, hogy ki lehet vagy netán valamelyik ezzel foglalkozik. Persze nem ingyen várom el senkitől, hogy megcsinálná nekem ezt, és akkor utána már mehetne a telifényre. A motorjához igazából minden itt van, egy-két alkatrész hozzá megvan, ez ilyen 2-300 ezer forintos tétel, úgyhogy igazából így áll a golf. Csak gondoltam, egy pár percet beszélek róla nektek, ha van ötletetek, véleményetek, vagy valamit szeretnétek hozzáfűzni, azt nyugodtan tegyétek meg a komment szekcióban, én meg a következő videóval, úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délután délután, hét elét, hétvégét, A to je v redu, ki niko ne zastavil videa, si jaz to.